Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket, Gödrey Zoltán vagyok. Megszületett a megállapodás a kormány, a munkaadók, a munkavállalók többsége között. 4%-kal emelik a minimálbért és a garantált bérminimumot februártól. A Magyar Szakszervezeti Szövetség azonban nem írta alá a megállapodást, szerintük ez semmire nem elég. Hónapok óta tartó tárgyalás sorozat után aláírták a megállapodást a 2021-es minimálbérről a szakszervezetek, a munkaadók és a kormány képviselői. A megegyezés úgy szól, hogy februártól 4%-kal nő a minimálbér, illetve a garantált bérminimum. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér bruttó 161 000 forintról 167 400 forintra, míg a garantált bérminimum bruttó 210 600 forintról 219 000 forintra emelkedik. Az év második felétől további 1%-kal nőhet a legkisebb bér összege, amennyiben a szociális hozzájárulás összege tovább csökken. Ebben az esetben a második fél évben már bruttó 169 000 forintos minimálbérrel és 221 200 forintos bérminimummal lehet számolni. A munkaadó képviselője azt mondja, 4%-nál többel semmiképp nem akarták emelni a béreket. Mi azt gondoljuk, hogy nem kellene hozzányúlni, tehát változatlanul kellene hagyni. Később a megállapodás érdekében, illetve szociális megfontolásokból azt mondtuk, hogy a kormány által előrejelzett infláció mértékét ennek a legrosszabbul kereső és ezért legnehezebb helyzetben lévő rétegnek ennek ellenére lehetne ellensúlyozni, és mint a 3% volt az előrejelzett infláció 2021-re, ezért mondtuk a 3%-ot, és akkor odáig jutottunk, hogy nekünk volt ez a 3%, a szakszervezeti álláspont az 5%-os minimálbéremelés volt, és hát ebből a háromból meg az ötből, hát úgy kicsit adódott, hogyha egyik fél se nagyon akar engedni, akkor valahol középen lehet megállapodni. Ahhoz, hogy ugye forrása legyen a minimálbérnek, mert azt ugye ki kell fizetni valamiből. Az emelésnek aztán alapvetően három ilyen plusz forrása van. Az egyik az infláció, a második ilyen a termelékenység, a vállalati hatékonyság javulása, és a harmadik, hogyha a bérre rakódó járulékok csökkennek, hiszen az is egy költségmegtakarítás, amit akkor erre lehet fordítani. Ebből a háromból tevődik össze, és ugye az alapvető problémánk nekünk az, hogy 2020-ban az elmúlt évben ugye 8%-kal nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum, és ennek meg is volt ez a 8% forrása ebből a három tényezőből, az előrejelzések szerint. A valóságban a járvány miatt ez úgy alakult, hogy ez a 8%-os forrás egy az egyben eltűnt. Tehát semmilyen forrása nem volt. Mert igazából pénzügyileg így utólag teljesen megalapozatlan és úgymond hitelre ment ez a 8%-os minimálbéremelés. És hát ezért is mondtuk azt, hogy 2021-ben nem kellene tovább emelni, hanem most kellene megteremteni legalább utólag a forrását ennek a 2020-as 8%-os veszteségnek, amit megint csak ugye a hivatalos kormány előrejelzések szerint, amit ez a három mutatóra mondanak, nem teljesen teremtené meg még így sem, de hát 1-2%-on nem múlhatnak a dolgok. Az emelésre a háromból két szakszervezeti konfederáció rábólintott, köztük a Munkástanácsok Országos Szövetsége is, pedig a munkavállalók szervezetei eredetileg 5-6%-os emelést szerettek volna, miként Palkovics Imre fogalmazott, így kisebb veszteséget szenvednek el a dolgozók, mintha nem lenne megállapodás, és maradnának a tavalyi összegek. Az eddigi merev álláspontok annyiban közeledtek, hogy a munkáltatói ajánlatot, ami ugye 4%-os emelésre vonatkozott, két munkáltató által ajánlás, a harmadik által megfontolás tárgyát képezte, nekik még testületi teljes jogú felhatalmazásuk nincsen, de ők is elfogadták, mint ahogy a munkástanácsok is elfogadta, hogy ezt a 4%-ot próbáljuk meg egy megállapodás keretébe foglalni. A Magyar Szakszervezeti Szövetség viszont nem írta alá a megállapodást. Szerintük a gazdasági helyzet lehetővé tette volna a magasabb emelést is, mondja Tukacs Imre, Tolna megyei elnök.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség egy átfogó képet szeretett volna kapni arról, hogy a magyar munkavállalóknak a munkabére növekszik. Folyamatosan a reál értékét is meg tudja tartani, illetve a régió országaihoz képest is versenyképes marad. Jelen pillanatban csak lemaradásról tudunk beszámolni, ez a 4%-os minimálbér emelés, ez gyakorlatilag arra elég, hogy üldözőbe sem tudjuk venni őket. Lett volna olyan opció, amikor mi is aláírhattuk volna ezt a minimálbér megállapodást, ez konkrétan személyi jövedelemadó csökkentés, különböző járulékek csökkentés esetén elfogadható lett volna, mert akkor reál értékben mégiscsak több maradt volna a munkavállalók zsebében. Tukacs Imre azt mondja, azoknál a vállalatoknál, ahol a szakszervezet jelen van, minimum 6%-kal emelik a béreket. Így például a Tamási gyárban 6, egy Bonyhádi gyárban közel 8, és egy Szekszárdi gyárban pedig 9%-kal emelik várhatóan a béreket a vállalatok. Azzal, hogy a munkaadók megegyeztek a munkástanácsokkal és a Liga szakszervezetekkel a minimálbérről, hatályba lép a megállapodás. Volt már ugyanis példa arra, hogy nem volt egységes a szakszervezeti oldal, a kormány mégis kihirdette a többségi álláspontot. Március 1-ig maradnak a korlátozások, jelentette be a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Azt mondta, felgyorsítják a bértámogatások kifizetését a bajba került vállalkozásoknak. A bisztrók, éttermek tulajdonosai azonban úgy vélik, az sem segít rajtuk, hamarosan elfogynak a tartalékaik. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara szerint több adó és járulékkedvezményt kellene adni a szolgáltató szektornak. Ha megnézzük az európai szabályokat, akkor azt látjuk, hogy Nyugat-Európa legtöbb országában ma is sokkal szigorúbb szabályok vannak érvényben, mint Magyarországon. Ennek az egyik oka, hogy ott úgy tűnik, hogy a harmadik hulláma is megkezdődött a vírusnak. Szeretnénk ezt Magyarországon elkerülni, ezért a jelenlegi szabályok fenntartása indokolt. Ez azt jelenti, hogy március 1-ig érvényben marad az online oktatás a középiskolákban és az esti kijárási korlátozás is. Gulyás Gergely azt mondta, tudják, hogy nehézséget jelent a szabályok betartása a szolgáltató szektornak, és ez komoly veszteséggel jár számukra. A miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, a gazdaságot is próbálják segíteni, eddig 27 milliárd forintra érkezett igény bértámogatásra, amelyből 7 milliárdot az államkincstár már folyósított. Hozzátette, a közigazgatási hivatalok mindent megtesznek a bértámogatások kifizetésének felgyorsítása érdekében. Eközben más európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is alakult egy vendéglátóipari csoport, akik azt fontolgatják, hogy februártól kinyitnak. Azt mondják, a tulajdonosok kifogytak a tartalékaikból, a bértámogatások kifizetésével pedig komoly gondok vannak. Borza Emese, egy szekszárdi söröző tulajdonosa is már hónapok óta tartalékokból él. Közel 1 millió forinttól esik el havonta úgy, hogy többek között bérleti díjat, rezsit és az alkalmazottat is fizetnie kell. A vendégeink napi vagy heti szinten kérdezősködnek, hogy mikor nyitunk, mi pedig otthon várjuk a csodát, hogy mikor tudunk újra jönni dolgozni, mert már nagyon szeretnénk. És hát én számolgattam, úgy gondolom, hogy nagyságrendileg a március-április, amíg még ezekkel a tartalékokkal húzni tudjuk, de utána egyáltalán nem. Harmati Ákos egy dombóvári söröző tulajdonosa, 14 munkavállalóval dolgozik, ők is a fennmaradásért küzdenek. A legrosszabb ez a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, hogy mikor és mit csinálhatunk, szóval meg van kötve a kezünk, de úgy gondolom, hogy ha kinyithatunk, akkor úgy gondolom, hogy bombarobbanás fog történni itt egész Dombováron, vagy a környéken, vagy akármelyik étterembe. Úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy véli, a szolgáltató szektornak a mostaninál több kormányzati támogatásra lenne szüksége. Javaslataikat összeszedték és eljutatták a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához. Hát ezt a szférát meg kéne támogatni. Nem tudják megérteni azt, hogy lehetséges az, hogy hasonló szolgáltatásokat lehet végezni, miért pontosan ezt a szűk kört nem lehet elvégezni. Úgy néz ki, hogy mindenki egyetért azzal, hogy igenis ezt a területet, a szolgáltatás ez a területét is támogatni kell. Egyrészről maga a vállalkozások miatt, másrészről az ott dolgozók, illetve a kapcsolódó vállalkozások miatt is. Én reménykedek abban, hogy igenis lesznek itt lépések.
Fischer Sándor azt mondja, a vállalkozók nagy része kerül bajba, ha nem segít rajtuk a kormány. Ez körülbelül az össz vállalkozói 25%-át jelenti. Ez gondolható, amellett, hogy nem csak a vállalkozót érinti, hanem a dolgozókat, nagyon jelentős kár lenne. Itt egy hosszú idő után viszont már nehéz lenne visszaállítani. A kamara úgynevezett újraindítási támogatást is adna a vendéglátósoknak. A kamara szakemberei ugyanis úgy vélik, sokan már most tartozásokat halmoztak fel, és nem lesznek képesek a vállalkozók kinyitni, ha majd később enyhít a kormány a korlátozásokon. A megújult szakképzési rendszerbe bevezetett ágazati alapvizsgák zajlottak le a Tolna megyei szakképzési centrum intézményeiben. A sikeres vizsgát követően dönthetik el a diákok, milyen szakákban folytatják tovább a tanulmányaikat, és az elért eredménybe számít majd a végső záróvizsgájukba is. Juhász Gábor, a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikum és kollégium igazgatója a megújult szakképzés egyik eleméről, az ágazati alapvizsgáról beszélt, amelyeket nemrég teljesítettek a tanulók. Ez az alaptanulmányokat zárja, az alapszakaszt, és ezután kezdhetik a tanuló gyakorlatilag az adott ágazatnak a szakmáját, az általuk választott szakmáját tanulni. Ez az alapvizsga a rendszerben, mondom még egyszer, teljesen új, eddig ilyen nem volt. Ez egy megállító jellegű vizsga, és minden képzésnél máskor következik be. A technikumi képzésben ez a második év végén következik be, míg a 3 éves szakképzésben közvetlenül az első év zárásaként kell számot adni a tanulóknak a tudásukról. A rövidebb képzés időben résztvevők akár már 2-3 hónap után is levizsgázhatnak. Nekünk a szépészet ágazatban volt most ágazati alapvizsgánk. Ez azt jelenti, hogy aki fodrásznak, kozmetikus technikusnak, vagy kéz- és lábápoló technikusnak jelentkezett, annak kellett teljesítenie a szépészeti ágazati alapvizsgát. Az alapvizsga, mondom, nagyon új a rendszerben. És nem egy pillanatnyi állapotot mér, hanem a korábbi munkafolyamatokat is hozzák magukkal a tanulók, hiszen portfólióval készülnek az ágazati alapvizsgára. Az ágazati alapvizsgának több része is van, van egy írásbeli része, illetve van gyakorlati projekt feladatos része, ahol egy projekt feladatot fejez be a gyakorlati vizsgáján, készít egy portfóliót, amit az addigi tevékenységeiből általában digitálisan tudja bemutatni, illetve a projektnek a befejezése lesz majd itt az eredmény. Mindenkinek sikerült, aki a vizsgára jelentkezett, mind a 18 tanuló levizsgázott a szépészek közül. A másik csapat a specializált gép- és járműgyártás ágazatból vizsgázott. A dolognak az az érdekessége, hogy több ágazatnak egyezik az ágazati alapvizsgája. Műszaki alapozó ismeretekből tesz ágazati alapvizsgát, aki specializált gép- és járműgyártásban tanul, aki gépészet ágazaton tanul, illetve az, aki a elektronika, elektrotechnika ágazaton tanul. Ez azért is érdekes, mert hogyha valaki, tegyük fel, mondjuk erős áram elektrotechnikusnak jelentkezett hozzánk, és ezt a műszaki alapozó vizsgát megcsinálja, akkor utána tanulhat specializált gép- és járműgyártás ágazaton, illetve gépészet ágazaton is tovább. A későbbiekben ezeket a tanulmányokat beszámíthatják neki, hogyha egy más kiskolába megy tanulni. Ilyen ágazati alapvizsgát tettek a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskolában tanulók is. Ami a turizmus vendéglátás ágazatba tartozik, ez a 4 szakma, pincér, vendégtéri szakember, szakár, cukrász és a turizmushoz kapcsolódó, ezekből kellett nekik a tudásukra számot adni. A turizmus vendéglátás részre egy portfóliót kellett készíteni itt a környék és régióból adódó nevezetességekről, turisztikai épületekről, eseményekről, és ebből kellett egy előadást tartani. A szakács részéről a 4 előre megadott ételből kellett egyet elkészíteni. A cukrász tevékenységük szintén egy előre megadott lista alapján, amit központilag biztosítottak, ebből kellett elkészíteni, és a pincéreknek pedig egy koktélt kellett készíteni, megteríteni és felszolgálni 2 fogást. Az ágazati alapvizsga letétele után dönti el tulajdonképpen a diák, hogy melyik szakmába szeretne tovább menni. Tehát mi ágazatra hirdetjük meg a szakképzésünket, ez a turizmus vendéglátás, és miután letette a vizsgát, az eredményes vizsga letétele után tud választani, hogy ő cukrász szeretne lenni, pincér, vendégtéri szakember, vagy szakács szakmába megy tovább. Nekik elméleti vizsga nincsen. Tehát itt nem bontjuk külön az elméletet és a gyakorlatot. Amit elméletben tanulnak, azt nyilván a gyakorlatban is be tudják
arról számot tudnak adni. Tehát akik végeznek 9-ben, esetleg most a felnőttek esetében most a fél év után megvolt nekik ez az ágazati alapvizsga, utána kerülnek meg ki a duális képzőhelyre, ahol lehetőség szerint mind az elméleti, mind a gyakorlati tudást elsajátíthatják. Tehát nincsen már külön bontva az, hogy elmélet és gyakorlat. Már csak a szakma tudását kell átadni, ezért keressük a duális képzőhelyeket, ahol biztosítják nekik ezeket a feltételeket. De mit is jelent a duális képzés? Munkaszerződést köthetnek a tanulók a munkáltatójukkal, és a szakmai képzést akár teljes egészében is a korábban gyakorlati helyen, most pedig a duális képzőhelyen tölthetik el. Hogyha a duális képzőhely nem tudja megvalósítani esetleg azt, ami a teljes szakmai képzéshez szükséges, akkor az iskolával együtt dolgozva ki tudja egészíteni természetesen ezt a részt. Ezeken a képzési helyeken nem csak erős szakmai tudást, de a munkaszerződésnek köszönhetően fizetést és szabadságot is kapnak a tanulók. Az ágazati alapvizsga eredménye azonban nem csak egy jegy, befolyásolja az oktatás befejezéseként tett szakmai záróvizsgát is, ugyanis a végső érdemjegy 20%-át ezt teszi majd ki. Számos fejlesztést és korszerű gépek eszközök beszerzését tervezi Bálint Zoltán, a Déli Agrár Szakképzési Centrum kancellárja. A cél pedig az, hogy a centrumhoz tartozó 12 oktatási intézményből kikerülő diákok versenyképes tudás birtokába jussanak. A centrum 4 megyében van jelen, de a jövőben Tolna megyében lenne a központ. Tavaly nyáron jöttek létre az agrárszakképzési centrumok, amik lefedik majd a mezőgazdasági középfokú szakképzést. A Déli Agrárszakképzési Centrum 4 megyében van jelen, és 12 oktatási intézmény tartozik hozzá, ahova 3300 diák jár, és mintegy 730 embert foglalkoztat. A centrum éves költségvetése 6 milliárd forint. Ennek az összegnek okszerű takarékos beosztásáért és az intézmények közötti elosztásáért, az iskolák működő képességének fenntartásáért, a különböző fejlesztésekért felel többek között Bálint Zoltán kancellár. Azt mondja, jelenleg az épületrendszer fenntartására, az eszközök műszaki berendezések karbantartására kell forrásokat biztosítaniuk. Mindenhol eszközök vannak, mindenhol műszaki berendezések vannak, ha ezek meghibásodnak, azok a pillanatokon belül le kell reagálni. Mondok ilyen apró mostanság lezajló példákat, hogy kazánok a fűtési szezonban rendszeresen romlanak el, azoknak a gyors javítását, vagy eszközöknek a beszerzését, vagy különféle olyan elektronikus informatikai eszközöknek a beszerzését jelenti egy csomó esetben pályázatok kapcsán a Palánkon, itt például a sportcsarnoknak a felújítását és az összes épület, ami ebben a pályázatban érintett felújítását, ami rendszeres odafigyelés, egyeztetés kíván a kivitelezővel. A prioritása a működőképesség fenntartása, tehát hogy minden működjön. A fejlesztések tekintetében meg az önében pályázati háttér van, és a pályázatban kiírt feltételeknek megfelelően tudjuk ezt a dolgot eldönteni. Ezek a pályázatok zömében önerő nélküliek, tehát 100%-osan támogatott pályázatok, így aztán a pályázatnak a beltartalmát kell csak igazán tudni eldönteni, közösen az iskolákkal, mindenképpen egy közös gondolkodás eredményeként alakul ki a végső döntés, majd a pályázatnak a beadása és az egésznek a nyomonkövetése, projektmenedzsment az a centrumon keresztül történik. Több fejlesztés valósul meg a centrumhoz tartozó iskolákban a jövőben. A Csapó Dániel szakképző iskolában is több eszközt, gépet szereztek be a korszerű oktatás igényeinek megfelelően. Átadtunk a Csapó iskolának egy pótkocsit, ami a technológiai fejlesztések az egyik nagyon fontos megnyilvánulása, és a pótkocsit egy Steyr traktor húzta, ami meg a szeptemberi hónapban lett átadva, tehát olyan fejlesztések történnek az agrár szakképzéshez tartozó iskolákban, ami a technológiák tekintetében a jövőt jelentik, felszereltségben, műszaki tartalomban és mindenképpen a korszellemihez igazodóan. Bálint Zoltán azt mondja, a kancellári munka komoly feladat még számára is, aki mintegy 20 éve foglalkozik vagyonkezeléssel és lát el vezetői feladatokat. A 3 agráriumban szerzett diplomával is rendelkező szakember elismerte, a szakképzésnek követnie kell a technológiai változásokat annak érdekében, hogy piacképes, versenyképes tudást tudjon átadni a következő nemzetéknek.
mai kor követelményei azok hát meghaladják már az MTZ traktorok színvonalát, és mindenféle termelési szinten, tehát kisebb gazdaság, közepes vagy nagyobb cég tekintetében ma már a legmodernebb gépek kerülnek alkalmazásra, és az innen kikerülő gépész végzettségű gyerekeknek nyilvánvaló, hogy úgy kell ezekbe a, mert hiszen ennek az egésznek a lényege az iskola elvégzése utáni hatékony munkavégzés, úgy kell ezekbe a intézményekbe eljutniuk, hogy azokról a technikákról már hallottak, látták, kipróbálták őket, amivel majd annak idején dolgozniuk kell. Ennek érdekében az Agrár Szakkérdési Centrum MOK kaptak 24 darab Steyr traktort, aminek a technikai felszereltségéből nem hiányzik például a GPS elfogadására alkalmas panel, a GPS vezérlésre alkalmas munkaeszközöknek a fogadását is megoldották vele. Ami jellemzően ma már országosan nagyobb cégeknél elég sok helyen megtalálható. Nemrég voltunk egy megbeszélésen, ahol a jövő évi fejlesztési elképzelések jöttek szóba, és a dróntechnikától kezdve, az automatizálástól kezdve egy csomó olyan dolog merült fel a többi kollega is a mi részünkről is, ami szintén azt mutatja, hogy ebben a tekintetben a fejlődést az most kezdődik, vagy ha úgy tetszik, akkor folytatódik. A jövőben a Déli Agrárszakképzési Centrum Tolna megyei központtal működik majd, és számos fejlesztés valósul meg a megyében jelenlevő oktatási intézményeikben. 2025-ig jelentős mértékben csökkentik a hazai vaddisznó állományt. Az Európai Unió által előírt szabályozásnak az a célja, hogy visszaszorítsák a kontinensen egyre jobban terjedő afrikai sertéspestist. Az állomány gyérítésére már meg is született a hazai akcióterv. Táplálékát keresi a Magyarország erdeiben is őshonos vaddisznó. Országosan a becslések szerint körülbelül 100 000-re tehető a vaddisznók száma. Az Európai Unió az afrikai sertéspestis terjedésére hivatkozva kötelezte az országokat az állomány drasztikus csökkentésére. Karácsony Tibor, a Keskenyi Föld Tulajdonosi Vadásztársaság vadászmestere azt mondja, annak ellenére, hogy a területük nem kimondottan nagy vadas övezet, őket is érinteni fogja a szabályozás. Március 31-ig kell egy éves tervet benyújtani a vadászati hatóságnak, hogy milyen mértékben kívánjuk elérni ezt a 50%, illetve csökkentést a 2025-ig. Megkapjuk azt a lehetőséget, hogy mi dolgozzunk ki egy olyan tervet, ami a kiadottságainknak megfelelő. De február 15-ig kapunk majd a vadászati hatóságtól egy iránymutatót ez ügybe. A vadászmester azt mondja, nehéz dolguk lesz a terv kidolgozását illetően. Nálunk a vaddisznó csak táplálkozni jár ide. Igazából a törzsállományt olyan 30-40-re becsüljük ilyenkor, ami a területen van nyáron, persze többre, de nem nálunk lakik a vaddisznó, hanem az nagyobb erdőségű területekről jár át. Nálunk inkább a vaddisznó nyáron van jelen, amikor a mezőgazdasági kultúra úgymond fedi a területet, és ekkor nehezebb is rá vadászni. Mi egyébként is annyi vaddisznót lövünk, amennyit csak bírunk, úgyhogy a vadkár miatt. Mi nem gazdálkodunk így módon a vaddisznóval. Annak ellenére, hogy nem vagyunk nagy vadas terület, nálunk olyan 230 és 260 között van évente a lelejtés. A nagy vadas területeket különösen érzékenyen fogja érinteni az ebből adódó bevétel kiesés. El fognak maradni a vaddisznóhajtások, úgyhogy senki nem fog jönni. Szerintem még van egy évünk talán, ami még úgymond eladható, mert ugye nem megy egyik pillanatra a másikra ez a drasztikus vadállomány csökkentés, de szerintem érzékenyen fogja érinteni nagyvaras területeket. Bízom benne, hogy egyszer csak csoda is fog történni, hogy talán megtalálják az ellenszerét. A vadászmester azt mondja, ha a kutatók kifejlesztenék a gyógyszert, az állatok etetésével meg lehetne oldani az orvosság beadását. Ez a legfrissebb adat, 2019-es, tehát hogy osztik el hazánkban a vaddisznó állomány. Tehát az intézkedés főleg, mint látjuk, a Dunántúlt érinti majd hazánkban.
Király István, az Országos Vadászkamara Tolnamegyei titkára azt mutatja a másik grafikonon, hogy ha sikerült teljesíteni az előírt tervet, akkor 2025-re a Tolnamegyei vaddisznó állomány közel a tizedére esne vissza. De az elmúlt évek állománybecslési adatai alapján valahol a 6 és 10 ezer körül van a vaddisznó állománya. Egyet szám a Tolna megyében, ez 67 vadászterületen belül oszlik el. Amennyiben ez a nemzeti akcióterv az ASP kezelése kapcsán az 5 év múlva elérendő 0,5 per 100 hektáros értéket el fogjuk érni, vagy ez ugye ez lenne a cél, akkor ez az állomány nagyság, ez olyan 1100 egyetből kellene, hogy álljon. Ez hozzávetőlegesen egy kb. 40 évvel ezelőtti állomány nagyság szintre vetheti vissza, ha lehet ezzel a szóval érni, a megyei vaddisznó állomány nagyságát. Többféle előnye és hátránya lehet ez. Nyilván itt prioritást élvez jelenleg az ASP, mint nemzetgazdasági szempontból is kockázattal járó, kórokozó visszaszorítása. Tehát azt a célt értelemszerűen ezzel meg lehet közelíteni. Vadgazdálkodási szempontból lesz hátránya, meg némi előnye is. Hátránya az, hogy azért a vaddisznó a gimszarvas mellett az egyik legnagyobb árbevételt tudja a vadgazdálkodóknak eredményezni, bérvadászat során, stb. Nem beszélve róla, hogy megyénkben is számos, jól működő vaddisznós helyet található jelenleg, amelyek a szabad területi állomány befogásával kerülnek évről évre feltöltésre. Ez egy ilyen állománysűrűség mellett tulajdonképpen nem lesz kifizetődő, ezek üzemeltetése. Lehet pozitív oldala is, a mezőgazdasági vadkárnak két nagy főszereplője van, ha lehet így mondani, a gímszarvas és a vaddisznó. Egy ilyen állománysűrűség mellett, vaddisznó állománysűrűség mellett nyilván ez mérséklődni fog, de a probléma azért még nem fog megoldódni ezzel. Az afrikai sertéspest is nem csak a vaddisznóra, de a házi sertésre is veszélyt jelent. A kórokozók terjedését mindig a nagyobb állománysűrűségek segítik elő, ezt szerintem mindenki tudja, aki foglalkozik ilyennel, tehát az állománynak egy értelmes szinten való tartása, az nyilván a tovább terjedésnek egyfajta gátja lehet. Tehát biztos, hogy a lehetséges megoldások közül ez az egyik jó megoldás része lehet. Viszont ha kint az állomány fertőzöttségi hányada nagyobb, ugye azzal azért kontaktba kerül nem csak a vadász adott esetben, és ez a vírus tekintettel arra, hogy nagyon nagy a túlélő képessége gazdagyeden kívül is, könnyedén beordható az zárt térben, tehát a házi disznó állományba is. Tehát valószínű, hogy ezek a fajta kontaktok is csökkenni tudnak ezzel. És mivel még nincs ellenszere a betegségnek, így első számú megoldásként az állománygyérítés maradt. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.